szép, egy virágos város is, egy virágos település is, mint egy ilyen vadonatúj szálloda. Úgyhogy erről fogunk beszélni önöknek a mai délutánon. Szeretném bemutatni az elnöki asztalnál ülőket önöknek. A megszólalás sorrendjében fogok haladni, azt hiszem, hogy az lesz a legegyszerűbb. Prutkai János urat szeretném bemutatni önöknek, ő a szervezőbizottság elnöke az idei esztendőben is. János évek óta kíséri figyelemmel a munkánkat, és a szakmailag irányítja a szervezőbizottság munkáját. Kuncené Fellegi Katalin lesz utána a verseny fővédnöke, aki majd szólni fog önökhöz. Katalin is évek óta, évtizedek óta mondhatnám már a verseny fővédnöke, és abszolút szószólója, úgyhogy majd hallgatjuk az ő gondolatait is. Ezt követi majd Szászné dr. Várkonyi Adrián bemutatkozása, és ezáltal Gyula bemutatkozása, ugyanis az idei esztendőben Gyula lesz az a város, aki a nemzetközi versenyben képviseli hazánkat. Tavaly ugye Gyula nyerte meg a magyar versenyt, és ennek okán Adriánt hívtuk ide szeretettel, ő fog beszélni ezt követően a felkészülésről. És hagyj mutassam be még Hutter Jánosné Ildikó asszony, polgármester asszony Zebegényből, ugyanis falu kategóriában ez a dunakanyari kis település Zebegény lesz, aki az idei esztendőben hazánkat képviseli az európai versenyben. A részleteket majd el fogja mondani Ildikó, illetőleg a zsűri látogatásával kapcsolatban is majd szolgálunk részletekkel. Ide várjuk még dr. Horváth Viktória helyettes államtitkár asszonyt, a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelős helyettes államtitkárságával. Egy picit késik, úgyhogy ő megérkezésekor fog önökhöz szólni, és ismerteti majd gyakorlatilag azt, hogy mi is a Nemzetgazdasági Minisztérium feladata ebben a versenyben, mi a turizmus és a virágok kapcsolata. Én akkor most nagy szeretettel megkérem Prutkai János urat, hogy legyen kedves szóljon hozzánk, és mondja el az idei versenyről szóló tájékoztatást. Jó napot kívánok! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm önöket, és nagyon köszönöm, hogy eljöttek erre az ezévi sajtótájékoztatónkra. A sajtónak a híradása nagyon fontos számunkra. Bízunk benne, hogy nagyon sok önkormányzatot fognak tudni megszólítani, illetve fogunk tudni önökön keresztül megszólítani. A versenyről néhány szót. 1994-ben került először meghirdetésre, és mondhatjuk azt, hogy a Virágos Magyarországért verseny, amely időközben egy mozgalommá vált, Magyarország egyik legsikeresebb ilyen típusú versenye. Az ország településeinek közel kétharmada már valamilyen módon találkozott a versennyel, jelentkezett a versenybe, és nagyon sok visszatérő szereplőnk is van. Itt például Gyula is hosszú-hosszú évek óta nagyon szépen szerepel a magyar versenyben. Néhány praktikus információt hoztam, ami talán az önkormányzatokat segíti abban a döntésükben, hogy jelentkezzenek ebbe a versenybe. Először is kik jelentkezhetnek a versenybe? A versenybe települési önkormányzatok jelentkezését várjuk, méghozzá a versenyen valamennyi magyar település részt vehet. Ugye az 1994-es első meghirdetéshez képest ebben az évben némileg megújult a verseny, és ezekről a változásokról szeretnék néhány szót ejteni. Eddig ugye csak város, illetve falu kategóriában hirdettük meg a versenyt. Egy újítás, hogy 5 kategóriában hirdetjük meg ettől az évtől a versenyt. A méghozzá település nagyság szerint lehet ezeket a kategóriákat elkülöníteni. A kis települések, tehát az 1-től, ugye ilyen nem létezik, tehát a 2000 főnél kisebb falvak jelentkezését egy külön kategóriába soroljuk, a 2000 és 5000 fő közötti falvak egy következő kategória, az 5000 és 50000 fő közötti kisvárosok szintén egy külön kategóriában versenyeznek, és az 50000 fő feletti nagyobb városok külön kategóriába kerültek. Egy kategóriáról még feltétlenül szót kell ejtenünk, Budapest kerületei sajátosságuknál fogva szintén egy külön kategóriában jelentkezhetnek. A bírálatról néhány szót. A zsűri látogatása során a települések bemutatott részét tekinti meg. Ez azt jelenti, hogy amint jelentkeztek a települések, akkor a zsűri tagjaink egyeztetnek egy időpontot, amikor ellátogatnak az adott településre, és amikor is a bejárás megtörténik. A zsűrizési szempontokat némiképp átalakítottuk. Az európai verseny, amelyben ugye a magyarországi verseny is tulajdonképpen egy részt képvisel, picit más súlyokkal és más szempontrendszer alapján kerül zsűrizésre, és azt gondoltuk, hogy az elmúlt 20 év után kicsit a mi versenyünknek is meg kellene
újulnia és kicsit frissülnie kellene, ezért a bírálati szempontok is némileg változtak. A zsűri 5 csoportba szedhető szempontokat pontoz a látogatás során, ezek pedig a következőek. A település zöld felületeinek minőség az egyik fő csoport, amiben a zsűri meglátogatja a település központját, a főutakat, közparkokat, lakóövezeteket bejárják, játszótereket megnéznek, intézmények környezetét vizsgálják, külön megnézik a műemléki épületek környezetét, templomkerteket, temetőket, vendégváróhelyeknek a környezetét. Ezeken a helyszíneken természetesen a zsűri a növényalkalmazást, burkolatok, utcabútorok állapotát fogja megvizsgálni, és külön odafigyel a fenntartás tervezettségére, minőségére, gondozottságra, vendéglátóhelyek környezetére. A következő bírálati szempont csoport a környezetvédelem, fenntarthatóság és környezeti nevelés. Ebbe tartozik a nevelési és oktatási intézmények környezettudatos programja és eredményei, hiszen ugye nekünk nagyon oda kell figyelni a jövő generációk szemléletformálására, de emellett a korszerű hulladékgazdálkodás, a megújuló energia használata, a település környezetvédelmi programja, a környezetkímélő módszerek alkalmazása is a zsűrizésnek a tárgyát képezi. A következő szempont csoport a közösségi részvétel a település zöld felületeinek kialakításában. Nagyon fontos, azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy egyetlen önkormányzat sem lehet sikeres anélkül, hogy a helyi lakosokat bevonja ebbe a mozgalomba. Ezért a zsűri külön vizsgálni fogja a helyi lakosok önálló részvételét a környezetszépítésben, tehát megnézi a lakossági előkerteket, utcakerteket, az ablakokat, az erkélyek virágosítását. De nem csak az önálló részvételre vagyunk kíváncsiak, hanem a civil szervezetek és az egyesületek a lakosság csoportjainak a tevékenységét is vizsgáljuk. Van a lakosság környezetszépítő akció, a közösségek összefognak-e a település szépítése érdekében. Természetesen nagyon fontos szerepet játszanak a helyi vállalkozások egy település arculatának a kialakításában, ezért a helyi vállalkozások és vendéglátóhelyek részvételét szintén vizsgálni fogja a zsűri. És egy utolsó, de nem elhanyagolható szempont a helyi virágosítási verseny. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a verseny története alatt egyre több településen fedezhető fel, hogy az országos verseny mintájára helyi virágosítási versenyeket hirdetnek különböző kategóriákban. Természetesen ez pluszpontot jelent az értékelés során. A negyedik bírálati szempontcsoport az a turisztikai vonzerő, a turistabarát környezetkialakítás, a turisztikai látványosságok környezetének kialakítása, a tájékoztatás minősége, a turisztikai ellátásnak a színvonala. Itt természetesen azt szeretnénk megvizsgálni, hogy a település turisztikai jelentőségének megfelelően várja a vendégeit. Látogató és vendégbarát hozzáállás nagyon fontos szerepet játszik egy település életében. És az utolsó, de nem a legkevésbé fontos szerepet az önkormányzat felkészülése és a versenyben való részvétele jelenti, ez az ötödik szempontcsoport. Az önkormányzat fenntartói szerepe, szakmai felkészültsége, megvizsgálja a zsűri azt, hogy mennyire tervszerű a gondolkodás, mennyire gondolkodnak előre, és mennyire történik a település fejlesztése egy stratégia mentén. És természetesen ebben a szempontcsoportban értékeljük azt is, hogy az adott napon a bíráló bizottság programját milyen szinten, milyen minőségben sikerült megszervezni. A 2014. évi versenyünknek is van kiemelt témája, hiszen minden évben szokott lenni egy kiemelt téma. A településen az első világháborús emlékhelyek környezetének ápolása ebben az évben a kiemelt téma, tekintettel az első világháború kirobbanásának évfordulójára, a jubileumi emlékévre való tekintettel. Miért érdemes a versenybe jelentkezni, tehetjük fel a kérdést, és ezt minden évben próbáljuk meggyőzni az önkormányzatokat, hogy jelentkezzenek a versenyünkbe. Az egyik az, hogy a verseny ingyenes, a zsűrizést a szakmai zsűri társadalmi munkában végzi. Tehát az önkormányzatot semmiféle anyagi teher nem éri. A zsűri tagjaink nagyon magas szinten képzett szakemberek.
főkertészek, kerttervezők, kertépítők, településüzemeltetési gyakorlati szakemberek, akik látogatások során természetesen bejárják a települést és megnézik az önkormányzat képviselői által bemutatott területet, de nem csak zsűriznek és nem csak értékelnek, hanem ez a bejárás ez egy alkalom lehet arra, hogy ilyen szakemberekkel a település, bízunk benne szintén szakemberei konzultáljanak, a esetleges problémákra kitérjenek, tehát gyakorlatilag egy ilyen szaktanácsadás jellege is lehet egy zsűrizésnek. A harmadik, ami szintén nagyon fontos, hogy tapasztalataink szerint a versenybe való jelentkezés egy nagyon jó ösztönzés, illetve ösztönzési lehetőség az önkormányzat számára, hiszen hogyha ezt jól kommunikálja és meghirdeti azt, hogy a Virágos Magyarországért zsűrije egy adott időpontban érkezik, akkor sokkal jobban rá lehet venni a helyi lakosságot arra, hogy a felkészülésben ők is vegyenek részt, és közösen egy kellemes vendégváró települési környezetet alakítsanak ki, és az a lakos, aki egyébként részt vesz a környezet szépítésében, az valószínűleg utána vigyázni is fog rá, ami szintén nem egy elhanyagolható szempont. És hát utoljára, de nem utolsó sorban a kiíróink és szponzoraink díjai talán szintén egy kis ösztönzést nyújtanak. Az év végén a legjobban teljesítő települések elismerésben részesülnek. A legjobb, két legjobb településnek, egy falunak és egy városnak pedig lehetősége nyílik arra, hogy európai szinten az Antant Floral Europe versenyben képviselje hazánkat. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, de még annál is nagyobb feladat, majd itt a két képviselő, Gyula és Zebegény képviselői be fognak számolni arról, hogy azért nem olyan könnyű egy nemzetközi versenybe felkészülni, de természetesen ehhez mi a szervezőbizottság részéről minden segítséget biztosítani fogunk. És egy utolsó fontos információ, hogyan lehet jelentkezni. A jelentkezés interneten történik, ez most már évek óta bejáratott mód, úgyhogy bízunk benne, hogy az önkormányzatok ismerik, de ha mégsem ismernék, akkor mondom, hogy a www.virágosmagyarország.itthon.hu honlapon lehet regisztrálni, egyszerű adatok közlésével gyakorlatilag a versenybe nagyon könnyen be lehet jelentkezni. Az adatok elküldése után a rendszer regisztrálja a jelentkezést, és zsűri tagjaink meg fogják keresni telefonon, vagy internet, vagy e-mailen a megadott kapcsolattartót, és fognak tudni időpontot egyeztetni, ahogy minél sikeresebben tudjanak szerepelni a települések. Én ennyit akartam elmondani, köszönöm szépen a figyelmüket, ha majd kérdés támad, akkor nagyon szívesen megválaszolom.